Összesen 295-en jelentkeztek a lombkoronás Székesfehérvár pályázatra, ebből 154-et tudtak jóvá hagyni a kertészek. 112 helyre fát, 42 helyre pedig cserjét ültethetnek azok a jelentkezők, akik vállalták, hogy minimum 3 évig gondozzák is az általuk elültetett facsemetét. Augusztus 15-e és szeptember 3-a között volt lehetősége pályázni a lakosságnak. Lakcímenként egy főnek volt lehetősége a pályázatot leadni. Egy helyszín megjelölést vártunk minden pályázótól, fényképes, illetve szöveges magyarázattal. A tervezett fa és cserje fajták minden esetben az adott helyszínhez igazodnak. Nagyobb terek esetén alapfajokat választottunk ki, kislevelű hársot, magas kőrist, platánt például, illetve olyan helyekre, ahol mondjuk légvezeték nehezítette az ültetést, vagy egy szűkebb helyi adottságok álltak rendelkezésre, ott egy gömbkoronát a légvezeték alá, vagy egy oszlopos koronaformát tudtunk beválasztani. A növények kiosztása várhatóan novemberben lesz majd a Halász utcai Volt Iparcikk piac parkolójában. Az átvételhez akárcsak a virágos Székesfehérvár pályázat esetében időpontfoglalás szükséges. A pontos tudnivalókról, valamint az időpontfoglalásról minden pályázó a megadott e-mail címére kap tájékoztatást. A szakemberek minden növény mellé adnak a nyerteseknek támasztókarót és ültetési segédletet.